Szép számú közönség gyülekezett Agárdonyi előtt kedden, az egri séták utolsó előtti állomása volt a középiskola. A lokálpatrióta kezdeményezés 2007-ben indult, azóta 176 sétán ismerkedtek az egri nevezetességekkel a résztvevők. Ezúttal egy gazdag múlttal rendelkező iskola történetét ismerhették meg a sétálók. 325 év az oktatásban, ez egy olyan hatalmas nagy távlat, hogy erről hallani egy jó órát, egy kellemesen eltöntött sétát, azt hiszem mindenki számára élménygazdag lesz. 1689-ben jezsuita szerzetesek kezdték itt a tanítói munkát. Tőlük vették át az oktatást a ciszterek, mondta el a sétát vezető Kovács Otto, az iskola történelem tanára. A gazdag múltról egy kiállítás is készült a jubileumra. Volt diákok és pedagógusok segítették a kutatómunkát. Az eredmény egy interaktív tárlat lett. Mi azt szerettük volna megmutatni, hogy a keresztény hitünket a 21. században is meg tudjuk élni. Gondolok itt például arra, hogy igen, valóban az oktatást azt akadályozza a mobiltelefon használata, de ez a kiállítás egy interaktív kiállítás is, amit pontosan arra alapoztunk, hogy a diákok tudjuk, hogy használják a mobiltelefont, de tanulják meg úgy használni, hogy annak célja és értelme is legyen. A 325 évet egy kiadvány is összefoglalja, melyet másfél év anyaggyűjtés előzött meg. Az utolsó nyári sétát az Egrivár gótikus palotája előtt tartják majd, ahová szeptember 9-én várják az érdeklődőket.